Egy Kokio gyártmányú ukulelét tartok a kezemben. Egyébként ezt a Riza cég készíti, és hát ez egy nagyon aranyos, icipici ukulele. Ha először fogjuk a kezünkbe, akkor nem is hisszük el, hogy ilyen icipici ukulele létezik. Persze létezik, és még ennél kisebbeket is gyártanak. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen hangok fognak előjönni egy ilyen ukuleléből, vagy én hogyan tudok egy ilyen kicsi ukulelét megszólaltatni, hiszen én inkább a tenor méretű ukulelékhez vagyok hozzászokva. De hát ugye már a tenorhoz képest a szoprán is jóval kisebb, de azon még persze könnyedén lehet játszani, de hát egy ilyen jóval kisebb hangszeren mit lehet megszólaltatni, ez nagyon érdekelt. Úgyhogy először hasonlítsuk össze a szoprán és a bariton méretű ukulelével, majd arról, hogy a bariton méretű ukulelével miért hasonlítjuk össze, arról kicsit később. Most éppen egy ilyen átlátszó szoprán méretű ukulele van nálam. Erről is majd lesz blogbejegyzés. De tegyük egymás mellé a kettőt, tehát ez a szoprán, ez pedig a mini ukulele. Ugye szemmel látható és nagyon jól látható a különbség. Nem csak a teste jóval kisebb az ukulelének, hanem ugye a fogólapja is valamennyivel rövidebb. A fej az nagyjából akkora, hogy talán egy icipicit kisebb, mint a szoprán ukulelének. Tehát a méretbeli különbség az jól látszik. És nézzük meg, hogy a ukulele család legnagyobb tagjához képest, tehát egy bariton ukuleléhez képest mekkora ez a kis pikkoló méretű hangszer. Tehát ezt kis túlzásra be lehetne tenni a bariton ukulelével. Hát emellett a bariton ukulele egy óriásnak tűnik. Érdekes mondom, a fej az nem olyan sokkal kisebb, de azért persze nyilván valamennyivel kisebb. Az látszik, hogy a bundok azok mennyivel keskenyebbek, kisebbek. Ha nézzük a baritonokkal, mintha soha nem lenne vége, ez a kis mini pedig ráfér így a képre. Először hanguljuk be. Majdnem be van jól hangolva, hogy halljuk, kis cincogó hangja van. Ezt a mini ukulelét gyárilag nem GCEA hangolású húrokkal szerelik föl, hanem D, G, H és E húrokkal. És ez a húr összeállítás ismerős lehet nekünk a bariton ukuleléről. D-vel van szerelve. Emlékeztető, ugye a GCEA-ra hangolt ukulele az. Ha nem fogjuk le ugye sehol, akkor így szólnak a húrok lepengetve, és elszámolunk 7 bundot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Így kapjuk meg a mini ukulelét, pontosabban a mini ukulelének a hangolását, hogyha ide a 7. bundra tennénk egy kábult. Mit jelent egyébként ez a gyakorlatban az akkordok szempontjából? Ez azt jelenti, és ezt mondja, a bariton ukulelénél már igyekeztem elmagyarázni, de most még egyszer gyorsan elmondom, hogy ezen az ukulelén a hangolás ellenére, tehát hogy nem GCE, hanem DGHE, ugyanúgy kell lefogni az akkordokat, mint a másik GCE hangolású ukuleléken, de másik akkordot fogunk kapni, tehát hogyha itt lefogunk egy olyat, mint a C-dúrt, mintha lefognánk egy GCE hangolású ukulelén, az egy G-dúr lesz. Tehát minden akkord fölfelé, vagy éppen lefelé, attól függ, hogy milyen irányban számolunk, ez teljesen mindegy. Hát minden akkor, mintha el lenne egy kicsit csúsztatva. Vagyis ha C-dúrt játszunk, akkor valójában egy G-dúrt kapunk. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mit fogunk le, ahhoz képest egy tiszta kvinttel följebb lévő akkordot hallunk. Ha például itt az F-dúr a
alakzatát fogom le. Tehát, ha F-durt fognék le, az olajban egy C-dur lesz. Tehát nem kell új akkordokat, vagy akkordformákat, ugye ez egy C-dur, megtanulunk, csak az agyunkat kell egy kicsit tréningezni arra, hogy C-dur, agyunkat kell egy kicsit tréningezni arra, hogy az eltérő hangolásnál milyen akkordot kapunk, hogyha már megszokott akkord alakzatokat fogjuk le. Ekkora méretű ukuleléhez is lehet egyébként kapni GCEA hangolású húrkészletet, ha esetleg valakinek nem tetszene ez a DGHE húrkészlet. De nézzük meg, hogy lehet rajta játszani, mert ugye ez nagyon izgalmas kérdés, hogy a jóval kisebb bundokon, hogy férnek el majd az ujjaink. És bizony nekem meggyúlt a bajom egy-két akkorda, hiszen hát sokkal kisebb helyre kell az ugyanolyan méretű ujjakat megfelelő tempóban, megfelelő ritmusban elhelyezni. És nem csak az okoz egyébként nehézséget, hogy a kisebb bundokra hamar odaérjen az ujjunk, hanem azzal is meg kell küzdenünk, hogy hogyan tartsuk ezt az ukulelét, hiszen alig van teste, tehát ezt nem nagyon tudjuk átölelni. Már egy szoprán méretű sem olyan egyszerű, de annak még van akkora teste, hogy ezt valahogy az alkarunkkal át tudjuk fogni, de hát ennek az ukulelének nincs. Úgyhogy néha bizony a bal kézzel kell tartanunk a fejet, ami pedig az amúgy sem egyszerű akkordváltásokat még inkább nehezíti. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy szól. Amennyire tudom, az alkarom alá szorítom azért itt. De ugye vigyázni kell, hogy a húrokra ne érjen rá az embernek az alkarja. És hát valahogy azért mégsem itt kell pengetni. Tehát valahogy kompromisszumot kell kötni, muszáj néha egy kicsit bal kézzel tartani. Nézzük akkor, hogy lehet lefogni ezen az ukulelén az akkordokat. Nem egyszerű mutatvány, hogy oda kell férnie az ujjunknak ezekre a sokkal kisebb bundokra, és bizony, hogyha itt rányomjuk az ujjunkat, akkor itt még rá is lóghat oda az ujjunk, ahova nem szeretnénk itt az ujjunknak ez a húsa része, hogy ugye neki nyomjuk az ukulelének az ujjunkat. Az hajlamos ugye egy picit így szétterülni itt a bundon, és akkor nem lesz olyan szép az akkord. Ez egy G-dur, ezen a hangszeren ugye G-dur, ne felejtsük el, hogy ez G-dur, nem C-dur. A G-dur alakzat pedig ugye, ami ezen a hangszeren D-dur, ugye ez így néz ki, és hát ott egészen extrém kicsi helyen kell elférnie az ujjunknak. És ráadásul nincs is hely itt a nyakrésznél a kezünknek, mert ugye egy nagyobb hangszernél itt még simán elfér a kezünk, de így beleütközünk a hangoló kulcsba. Úgyhogy hát nagyon össze kell húznunk magunkat, és másik kéztartással is kell játszani. Nem csak, hogy följebb hozom a kezem, hanem hátrébb is hozom így, hogy elférjen a D-durnál. A kezem a kézfejem. E-dur, ugye mi ezen a hangszeren az A7-es, pontosabban az E7-es formula, az A7-es formulának felel meg. De hadd mutassam meg a kedvencemet, vagyis azt, amivel a legkevésbé boldogulok, és legtöbbet kell gyakorolnom. Ez pedig nem más, mint az A-moll, és ne tévesszem meg senkit, mert ugye ez az A-moll a GC hangoláson, de az A-moll
Ezen a hangoláson úgy néz ki, mint a D-moll. Mintha D-mollt fognánk, azt pedig tudjuk, hogy a negyedik húron a második bund, meg a harmadik húron is a második bund, és az első, és a második húron pedig az első bund, ugye ez a bizonyos D-moll alakzat, amit ugye A-mollnak felel meg. Hát ez egyszerűen horror. Úgyhogy amikor az ember nagy sebességgel játszik, ez nem is. Ez egyszerűen nem lehet. Nem lehet oda préselni az ujjainkat. És erre kitaláltam egy fogási módszert. Egyszerűen ezt az egyújas, amivel a D-dur alakzatát, ami ugye itt A-durnak felel meg, egyszerűen nem csinálunk más, mint ezt egyszerűen így elhajlítjuk, úgyhogy így keresztbe bárrizzuk. Egy ujjal ezt itt és itt fogjuk le, és itt. Keresztbe bárrizzuk. És tök jó szól. Csak meg kell szokni, hogy az ember pontosan hova teszi az ujját, mert hogyha itt az ujjunknak ez az alsó része már egy kicsit följebb csúszik, ide. Tehát, hogyha így elcsúszunk ilyen irányba, akkor egy A-durt kapunk, de mi most egy A-mollt szeretnénk, és azt így lehet lejátszani ezen a hangszeren. Kell sokat gyakorolni, hogy ne rezonáljon be a húr, erősen le tudjuk fogni. Úgyhogy bizony technikai kihívások elé állítja az embert ez icipici hangszer. Viszont amit tudni kell róla, hogy ahogy haladunk felfelé a húrokon, az egyre cincogóbb, magasabb hangok felé, nem csak a bundok lesznek egyre keskenyebbek, hanem a cincogás a szó szerint hallatszik, egyre inkább cincogó hang lesz itt fölfelé, tehát azt mondom, hogy itt a harmadik, negyedik, maximum ötödik bund fölött már olyan sok értékelhető hangerőt, vagy hangot nem biztos, hogy ki tudunk belőle csiholni, tehát inkább akkordozásra jó ez a hangszer. Viszont arra nagyon jó, és hát amilyen pici, ezt akár a belső zsebünkbe is bárhol magunkkal tudjuk vinni. Ez az aranyos pici ukulele egyébként egy ilyen tokkal érkezik gyárilag, úgyhogy mondhatjuk azt is az ismerőségnek, hogy furujával nálunk. Ha megjelenik egy pici ukulele itt kikandikálatokból, akkor lesz száma nagy csodálkozás.